egy újabb Minecraft videóban. Bitos vagyok a Minecraft szerverén. És ma mindenek előtt már van egy ötletem. Fogunk csinálni egy kíváncsiakát. Elsantoljuk a Breaking 3. És teszünk rá Silk Touch-ot. Nem. És Setters. Te is akartod széttelni. Ez azért szükséges, hogy... Hogy aztán tehessünk rá egy... itt egy hatékosan így is. Ez szükséges lesz például jég meg ilyesmek a kipányászásán, ez már 13 szint kell. Akkor ez egy kicsit később behalasztódik. De hogy egyes dolgokat majd kell még igen csinálni vele. Na, szóval a mai dolog az az lenne, hogy, és ez most szükséges lesz. Nem értem, hogy honnan jönnek ezek az zombik amúgy itt. Nagyon furcsa. Szóval ez szükségem lesz a lóra is. Még nyilván el fogunk sétálni a spawnra. Igen. El fogunk sétálni a spawnra. Mármint a szerverről világunk spawnjára. És itt fogunk építeni valamit. Jó, hogy át lehet menni a fák legalsó sor levelén. Nagyon sokat segít. Jó. Ezt nem éjszaka kellett volna. Mindjárt oda is érünk. Na, végre itt is vagyunk. Itt azért van adminium a spawnon, mert itt voltak egyes problémák a világ, ennek a világnak a spawnja, mert itt van egy command block, amivel a kreatív világba lehet eljutni. De mi nem ezzel fogunk foglalkozni, hanem a survival világba fogunk építeni valamit, nem kreatív módban, meg ilyesmi. Ezt csak az indulástkor tettek oda, mert szükséges volt. Na, szóval amit fogunk építeni az... Körülbelül itt lesz ezeknek a fáknak a helyén valószínűsítetően. És már is elmondom, hogy micsoda. És szóval a projekt, ami lesz, az a következő. Lehet, hogy emlékeztek még, az első, legelső szezonban, meg amúgy a legtöbb epizódja van, 24 és 25. közepén jártam, amikor problémák történtek. Szóval ebben az évadban volt egy olyan kis eszközöm, ami egy nagyon kompakt, megint potifőzésről van szó, egy kompakt olyan potifőző dolog, amely nek a lényege körülbelül az, hogy egyfajta potiont tud készíteni, és akkor azt így elkészíti, hogy neked benne vannak a hozzávalók, és viszonylag kompakt, és azt gondoltam, hogy itt a spawnkor építek egy ilyen boltszerűséget, ahol ezt bemutatom, meg adok egy árazást, és akik a szerveren survivaloznak, és mondjuk lenne szükség ilyenre, annak pár diamondért, gondolom én, körülbelül nem tudom, még át kell gondolni, hogy mennyibe kerül. Pár diamondért megcsinálom ezt nála. Lehet, hogy halljátok ilyen furcsa hangokat a háttérben, az valószínűleg a szél már most nagyon fúj, és a befúj a kéményeken, meg ilyesmi, és ilyen furcsa szellemszerű hangokat ad ki. Szóval egy ilyet fogunk valahova ide építeni. De most már hopperekkel sokkal
tinta könnyedébben lehet, tehát el lehet készíteni mesterségesen ezeket a potékat, szóval még kisebb helyen, még gyorsabban, még hatékonyabb lehet, mint az, amit ott csináltunk. Akkor szerintem először egy ilyen alapzatra megpróbálom megépíteni az eszközt. Igazából még nem gondolkodtam azon, hogy pontosan hogyan fog kinézni, de ő lesz a közepében, az biztos. És bele fog vezetni egy... Tetejére nem lehet látni. Ó, hogy csak az, igen, csak az alja érzékelő. Szóval, hogy belemennek, fognak menni üvegek. Erről az oldalról, meg erről, erről az oldalról nedörvart, erről cukor, és akkor mondjuk hátulról redstone. Csak az a lényeg, hogy ezek ne egyszerre menjenek bele. Tehát, hogy úgy legyen, hogy először először üveg, aztán nedörvart, aztán cukor, aztán redstone. Na az azért már bonyolultabb, mint ahogy gondoltam. Biztos, hogy kellene fognak ládák, amivel lehet tartani a dolgokat. 2, hanem mondjuk 4. Ennyi. Tetején vannak, de nagy valószínűség szerint be kell úgy állítani, hogy ilyen annyi tikkenként akarjon belemenni. Tehát, hogy először üveg, aztán... Tehát amikor valaki ezt bekapcsolja, azt mondja, hogy csinálj nekem egy potit. És akkor itt van egy gomb. Csinálj nekem egy potit. Akkor először be kell mennie az üvegnek, ami vízzel van telítve. És aztán az benne van. És akkor rögtön mehet bele a nedörvart, arra azzal nem kell delay. De amikor már benne a nedörvart, és akkor ezt megpróbálok leképezni. Méghozzá úgy, hogy egy kis üveg. Jaj, ez rögtön már csinál sem kapott. Rajt volt víz. Otthonra hoztam egy kis vizet, mindegy. Úgyis itt fog kelleni, majd ezt betesszük a helyére. Szóval ez folyamatosan mehet bele. És akkor... Ó. Várj csak, ez nem tud belemenni. Lehet, hogy fölülről nem működik. Ó, csak oldalról működik. Aha, szóval a tetejét ezt úgy olyan kihagyhatjuk. Azt hiszem. De akkor csak három dolgot tudom beállítani, akkor lehet, hogy ez... Nem, az aljára nem fog működni. Na, ez érdekes lesz. Lehet, hogy mégis manuálisan fogjuk ezt megoldani. Ha oldalról benne vannak az üvegek, és akkor ebbe van még több üveg, ami hopperben üldögél, hogyha kiveszed, és akkor úgy legyen. Akkor ez folyamatosan lehetne lépésenként, igen, és ez lesz a legjobb ötlet, lehetne lépésenként. Ez az első lépés az az, hogy berakja az üveget. Oké. Második lépés, berakja a nedervartot. Oké. Harmadik lépés, berakja a cukorot. Negyedik lépés, berakja a redstone-t. És akkor megnyomod, amit kész van, akkor nyomod az, hogy belemenjen az újabb kiegészítő. Tehát, hogy... Igen. És akkor kéne egy ilyen kezelőfelület, mondjuk így. Ide oldalra. Ezt mondja, hogy... És a második, harmadik. Hát, ennél látni közelebb is. Így. Így. Milyen sem. Nem egy láda. Második.
harmadik, negyedik. És akkor itt van. Megnyomod, első. És... Ezeket valahogy össze kell húzalazni, és ami nagyon nagy lesz, tehát ennek az a lényeg, hogy kompakt legyen. Akkor lehet, hogy mégis áttérünk a kézi megoldásra. Megpróbálom úgy is. Egy kis... Netherwartot el kéne szednünk. Innen. Most már egész sokkal, mert mindig lefarmolom. Mondjuk ennek a felét. Oh, hogy nem öltöttem újra? Hát, hogy nehezen fog nőni. Akkor... Még 14-eten fogunk venni. A... Láda... Hol? Vagy a... Így. Ennyi elég lesz, csak egy ilyen kis kereset akarok beletenni. És akkor... Nézz kell ebben az esetben, ami pontosan olyan, mint az előző dizájn lenne, van netherwart, cukor, víz, redstone, víz. És akkor ez egyszerre lövi ki az összeset, viszont kevés redstone kell hozzá. És akkor itt lezárjuk a két végén mondjuk. Persze ezért kell ezt nyitva, hogy bele tudjanak esni be. És akkor ezeket lövik ki. Te mondjuk... Neked mondjuk... Itt kell álljál. Itt megnyomod a gombot. Nem ez. Akkor itt kell álljál, és akkor... Van egy tábla. Így, itt egy ló. Ez itt van, tehát itt nem kell már víz. Te fogsz állni a táblában. Így. És akkor ezek már nem is kellnek. A tábla fölött lesz a gomb, amit be lehet nyomni. Akkor kis veszton. Így. Amelyek ez végig tulajdonképpen. Ez végig is mehet itt a tetején. Mert így, hogyha megnyomjuk. Akkor odadom nekünk mindent, amire szükség van. Na akkor, most szépen visszatesszük. Ebben nem kéne. Így. És így. És akkor mondjuk itt van a potifőző, itt meg tudod csinálni. És igen. Tehát akkor az egész ekkora. Viszont ebben még lesz egy-két design különlegesség. Hoho. Szóval, hogy kellene fognak ezek a hopperek. Természetesen ezt le fogjuk zárni. Igen, ide kelleni fog trapped chest. Tehát, hogy... olyan volna, itt nálam nincs. Jó, tehát akkor trap chestet kell csináljuk már mindig lámpára. Amivel... És... Ezt már beszerzem. Így ne. És ez egy trap chest lesz. Nem úgy látszik. Ez baj. Ebben nem gondoltam bele. Tovább tudom össze.
az a trap chest-től. És belekerültem. Igen, akkor ki kell találni valami okosabbat, például, hogy ennek a tetején van egy ilyen, és akkor annak tetején van a simáda. Hoppá, ez érdekesen tettem ugrás közben a levegőben magam alá. Jó. Kell még egy, azaz egy. Sütés van mind a két oldalt. Szóval hogy ezek arra valók, hogy újra lehessen tölteni. Tehát teszünk blokkokat ide. Természetesen, és akkor ezen keresztül újra lehet tölteni. És akkor ezt az egészetekben be kéne itt fennfedni. Méghozzá ilyen módon. Tudod, hogy itt állsz és... Tehát nem kell semmit lássál. Ne ezen a lényege. Ennek. Hogy... Nem látod az egész szerkezetét. Gondolkodom, hogy ilyen módon, amin lehetsz meg lehetne oldani. Egy kis idővel később... Kidolgoztam egy újabb dizájnt, sőt rögtön kettőt is, és mindjárt arról is fogunk beszélni, a működtetésére egy ilyen potionizernek. Szóval úgy gondoltam, hogy kettő eszközt készítek, és két különböző áron adom ezeket, mondjuk ezt 5 gyémántért építem meg azt meg 12-ért. Jó, mindegy, ez csak egy ötlet. A lényege az, hogy ez egy fél automatikus, ez pedig egy teljesen automatikus potion készítő. A fél automatikus azt jelenti, hogy megnyomod a gombot, akkor megkapod az összes összetevőt. A vízes üveggel együtt itt van egy kis víz, hát újra kell tölteni. Neked csak bele kell pakolni abba a sorrendbe, ami kell. Szóval ezzel az a probléma, azaz van, hogy ez olcsóbb, viszont az a probléma vele, hogy neked kell manuálisan rakosgatni be a dolgokat, illetve tudnod kell pontosan, hogy milyen sorrendbe csináljad meg, amit lehet, hogy nem mindenki tud fejből, hanem még utána kell nézni. Én is elég régen készítettem ilyeneket, hogyha nekem is utána kell nézni például. A második viszont, és ebben az a jó, hogy ez könnyen újra töltetett, felugrasz ide, itt vannak ezek a ládák, bepakolod, ami kell oda. Ezekre még tehetek, most saját magamnak nem kell, de táblákat, hogy miben mit kell beletenni, és bármeddig lehet működtetni. Szóval ez a verzió, ez az, amiről az elején, legeslegelején, vagy hát amikor elkezdtem csinálni ezt, beszéltem a videóban. Ez az, ami teljesen hopperekkel van megoldva, és teljesen automatikus. Rájöttem ott a szerencsétlenkedés után, hogy oldalról, a hopperekkel oldalról kell beletenni a vizet, és fölülről a hozzávalókat. Úgy értem, hogy a vizet, hogy a vizes üvegeket. És... a lényege ennek az, hogy ez... hogy van, ebben van a víz, ez most le van blokkolva egy redstone torcs által, tehát hogy ez nem megy bele éppen. Ha megnyom a gombot, akkor fog, ez is szépen felvezetődik ebbe a dispenserbe, ebbe és ebbe, amiben van a nether vault, sugar és redstone, azokat fog elindítani, és a helyes sorrendben, mert annyi delay van ezeken a repeatereken, magyarul, az ismétlőke. Tehát, hogy annyi idő megy el, hogy mindig olyan időben kerülnek a hopperbe, hogy egymás után jár sorrendbe, és amint az egyik eltűnt, azaz belefőződött, akkor jön a másik. Szóval, meg is nyomjuk a gombot. Hoppá. Mi a gyorsan nem történik. Aha, itt volt egy rész, amit ki akartam felejteni, de úgy tűnik szükséges lesz. Ahhoz, hogy ez működhessen. Szóval most ide bekerült ez. Na, nincs csak. Ho-ho!
Problémák merült. Aha, nem nincsen bennünk semmit. Ebbe kell egy... Ebbe kell majd kell egy... Beteszem az összes nether wartot. Ebbe az összes cukrot. Ebbe az összes redstone-t. És akkor ez úgy néz ki, hogy ez itt megy. Ez rögtön elmegy. Ah, ezen nem ment át az energiám. Igen. Itt kicseréltem egy teljes blokkot egy slabre. Azért, hogy be lehessen ebbe nyúlni a ládába és újra lehessen tölteni, de úgy látszik ez most nem működik. Hanem így kéne megpróbálni. De jobban benne van annyi, amennyi kell. És akkor... Hát ez, ez igazából nem is kell, hiszen nem is jutott el ide a jel ettől. Úgyhogy ez itt működni fog. Szóval... Oké, nincs benne semmi, teszt egy. Belemegy a három, elkezd főződni a netherwart, és most ezt elveszem az egeret, és nézzük meg, hogy mi történik a potionnal. Elvileg ennek tökéletesen kell működni, azaz, hogyha mindjárt készül a netherwart, tal, akkor ebből a water battle-ből awkward potion lett. Oké, és az awkward potionbe pedig rögtön megy a cukor, ugyanis ilyen sorrendben álltak föl a hopperbe, tehát netherwart, cukor és redstone. És ez is mindjárt készen van. Igen, azt hiszem 20 másodpercet kell igénybe vegyen, emlékeim szerint, hogy 15-öt. És akkor van a redstone, oké, ezek 3 perces swiftness potionok, és kész. És ki is lehet venni belőle. Még eszembe jutott most pont ebben a pillanatban, hogy lehetne úgy jobban automatizálni, hogy fogjuk, és az alján belemegy egy hopperbe, még belenyomunk gunpowdert is, amivel eldobhatóvá válik. Eznek az alja belemegy egy izébe, egy dispenserbe, és te tulajdonképpen várnod kell meg egy percet, és akkor megkapod rögtön az alkatrészekből a dolgot. Szóval kész is vannak a 8 perces potion of swiftness-ek. Ezeket szépen betesszük ide. És ami a dolgunk még az, hogy ezeket kivesszük. Kettőt hagyok. Mindjárt megmutatom, a másikban is csak kettő. A másik meg egyértelműen működik, abban nincs semmilyen komplikáltabb redstone, mint ami itt van. A másikban is itt is mindegyikben csak kettő darab van. Szóval, hogy... Igen, ez így néz ki. Ha most eszünk egy kicsit, akkor... Készítettünk, vagy van már námláda. Szóval megírom ezt a szabály, vagy hát írok egy könyvet erről. Egy Minecraft könyvet erről a két dologról. Szóval, kész is van a könyv. Bitusféle automatikus és félautomatikus potion készítő egység. Első típus. Félautomata. Ez az egység egy brewing stand-ből és hat dispenserből áll. A gomb megnyomását követően a használó megkapja a potion hozzávalóit, amelyet önmagának helyes sorrendben kell beletenni a brewing stand-be. Második típus. Automata. Ez az egység három dispenserből és egy brewing stand-ből áll. A gomb megnyomását követően a hozzávalók a helyes sorrendben a brewing stand-be kerülnek. Felhasználó dolga mindössze potion kivétel elkészülés után. Árazása. Első típus 7 gyémánt, második típus 16 gyémánt. Megjegyzés, mindkét típus 16 potion elkészítésére való alapanyagot tartalmaz. Extrák, kérhető 64 potion elkészítéséhez való alapanyaga, ez plusz 2 gyémánttal jár. Megrendeléskor küldj egy e-mailt vagy egy mailt bitusnak, ez a permail parancsal érhető el a szerveren levő pluginok segítségével, amivel megmondod, hogy milyen potiont, melyik típust és milyen extra kérsz. Opciálisan meg lehet írni, hogy hova kerüljön az eszköz, így egyedül is el tudom én készíteni, tehát be tudom rakni, de nem érsz, akkor személyesen kell megmutatni a helyszínt. És akkor írjuk alá. Book title. Aha. Információ. Potion készítő info. Nem fér ki. Potion info. Potion info. Hey. Santa Claus. És akkor itt is van a
Potion Info. By Bitos. Szóval ennyi is lenne erre a videóra. Köszöntöm a figyelmet, és találkozunk a következő alkalommal.